Hali Hó, sziasztok, Laci vagyok, és ez a heti vlog 12. része, hát szerdaul. Kicsit elment az idő, ugye még mindig beteg vagyok egy kicsit, ráment most jelen pillanatban a fülemre, úgyhogy erre a fülemre nem nagyon hallok, de körülbelül ennyi már így nagy vonalakba kilábaltam az egész megfázós dologból. A hét első felé igazából nem volt semmi, hétfőn és ma a szerdán nem dolgoztam, kedden munka volt, de hát ez sajnos ilyen. Hétfőn ugye Kim voltam az új DEX pályán, a Debreceni Extreme Sport pályán. Tök király volt, fotózgattam egy kicsit, nagyon sok ismerős volt, tök jó volt így idője újra egy kicsit találkozni a, a régi deszkás haverokkal, tök jó volt találkozni az új emberekkel, akik járnak erre az egészre. Én annó nagyon sokat Extreme Sport voltam, amin gördeszkáztam, bmx legfőképpen gőrkodiztam. Gőrkodom mai napig megvan még, és tervezek is továbbiakba majd sportolni, főleg, hogy tőlem kb. 400 méterre van az új Debreceni Extreme Sport Park a jégcsarnok mögött. De jelen pillanatban, amíg nem hallok rendesen, és beteg vagyok egy kicsit, addig, addig ezt még most így pihentetjük. De addig is kim voltam ismerkedni, kapcsolatot építeni. Ugye vasárnap, ugye az előző heti blogban már benne volt, hogy a redet kivittem magammal, meg amúgy az ékemet is és egy kicsit videózgattam, most pedig ugye fotózgatni voltam kint, ugye hétfőn is, meg amúgy ma szerdán is. Hétfőn igazából tényleg csak ismerkedni, fotózgatni voltam kint, ma viszont ugye egy új objektívet mentem kipróbálni, ami nem más, mint a Sigma 1530. Ezt a volt főnökömtől és az előző munkahelyemtől vettem végül is, Trailer Studio, marcék igazából egy kis takarítgatást végeztek a trilight és eladogattak pár dolgot, én pedig természetesen meglátogattam őket, hogy mi van még felkiáltással, és vásároltam egy-két dolgot, köszönöm ezt a 15-30-as objektívet, régóta szerettem volna egy tényleg nagy látószögöt, van egy 17-35-öm, de hát 17 mm az 17 mm, ez egy 15-ös, úgyhogy a 17 mm, ami nekem van amúgy, az egy nagy látószög, ez a 15 inkább egy hal szem, szóval ennek sokkal nagyobb a torzítása. Emiatt egyes dolgokhoz ez sokkal, de sokkal jobb. Ezek mellett természetesen vettem pár marhaságot is, mondhatni úgy. Az egyik az egy 2 méter méteres keret volt egy átlővel, ami ugye arra szolgál, hogy 2 méter két méteres alumínium keret, ráfeszítve van egy, egy áteresztő anyag, és ezzel lehet a fényt lágyítani, hogyha külső helyszínen valaki interjút csinál, a napfényét lehet vele ugye lágyítani, vagy valami nagyobb méretű lámpával megvilágítani, és akkor egy, akár egy teljes alakot gyönyörű szépen be lehet vele világítani. Ezek mellett természetesen kaptam egy marék ajándékot is a vásárlásunk mellé. Ugye egyik köztük az egy gyönyörű szép fej volt. Ez egy uh, Linhof Conf 2, ha jól emlékszem nagy gömfej, ez középformátú gömfej, vagy nagy formátumú gömfej, Ennek kifejezetten ülök. A másik ajándék az, az itt van, pont fölöttem, az egy 60 centi slider volt, amit szintén kaptam Marctól. Ezen kívül még kaptam pár ilyen, használtam softboxot, meg egyéb ilyen marasságot, ami mondjuk nekem oktatáshoz, meg egyéb ilyesmihez jó lesz. Marci, Marci mosolyogott is rajta, Na, ez, ez, majd, ez majd jó lesz a, a videóidhoz. Mondom, köszönöm szépen, Marci. Egyelőre a hétre e, munka van betervezve, e, holnap csütörtök, péntek, szombaton én végig dolgozok, vasárnap valószínűleg ki leszek a deszkás parkba. a hétre még nincs sok minden betervezve, az biztos, hogy a 15-30-et fogom még egy kicsit próbálgatni, utána pedig e, berakjuk a táskába és elfelejtjük, hogy van ilyen és majd csak akkor veszük el, hogyha kell. Ha kicsit jobban leszek, akkor majd újra elkezdődnek a videók, mert elég sok energiát kell belefektetni egy, -egy ö, apró videóba is. Egyenlőre ennyi. Holnap talán. Marcinál voltam a Trivájtba, akkor amellett, hogy vettem tőle egy két méter keretet, meg a Sigma Objektívet, kaptam tőle négy darab softboxot. még azt mondta, hogy és támogatás, Trilight Photo Studio ajándéka, hogy oktatással, vagy csak simán így játszósnak tökéletes lesz. Hát nem tudom, hogy arra gondolta -e a játszósnak, hogy eh, majd játszani fogunk, miről szarakom, vagy eh, ilyesmi, de siker. Nyilván nem hibátlanok a szoftboxok, -ok. ahogy látható, egy kis ragasztószalag segítségével. Itt az egyik meg legjavítva, vagy éppen a, ahol a rudak vannak benne, azok a végek nem voltak olyan jó és azt meg kellett ragasztani, de összességében van egy Okta, van egy pár mikroszat, szerintem ez ilyen 90x60-as, és alattuk van még egy Aurora Lightbike uh, softbox, ami hát nem is tudom mekkora, talál 80x80-as, 90 es viszont ez új állapotban van. Úgyhogy ennek kifejezetten ülök, meg volt hozzá táska, meg ilyesmi, de tök jó, legalább most így kipróbáltam, összeraktam őket, még annak ott van a belsője, ott van a külsője, siker! Még rakjuk össze a két méteres, két méteres keretet, és nézzük meg az milyen. A mit két méteres, méteres átlövő, az pedig így néz ki. Két Manfrotto Superclamp tartja ilyen pillanatban, rajta egy-egy állványon, és egy százas lámpa világítja meg, és ilyen gyönyörű szép fényt ad. Szerintem tökélet. Nem lesz olyan rettenetesen sokat használva, de szerintem tök kire. Most éppen szombat van az volt a mai napra a terv, hogy kimegyek egy kicsit videózni, és kiviszem a redet, mert sikerült rátákolnom egy follow focus, meg megjött az új 28 mm-es objektívem is, de ahogy látjátok, az időjárás sem való tekintettel zárva a Növő Reggel volt egy kis eső, és gondolták, hogy ó, oh, menjünk tutira, és egész napra hogy úgyhogy eh, felvettem egy új videót, csináltam egy új kis világítás szettet, kíváncsi leszek, hogy fog kinézni és ma este pedig megyünk a D.D. Debrecen After Party-ra eh, ott lesz egy kis fotózgatás, bandázás egy kicsit is hamősökkel, addig pedig eh, hát elkezdtem megvágni a videót, amit felvettem. Harihu, még mindig szombat van, és most átmentem egy nagyon jó barátomhoz, aki most szintén fotós, és egy akkumulátor van nála felújításra, de időközben nekem szükségem volt rá, ezért elhoztam tőle, és amikor kijött a lakásban, mondta, hogy van itt számára egy ajándékja, ez a táska, és van benne egy kis meglepetés. Már most direkt nem jutottam ki, úgyhogy nézzük, milyen meglepetést kaptam ajándékba a barátomtól. Ez valami rock márkájuk fotós hátizsák. zámok Első zsebébe van. Ez szerintem egy esővédő húzat magához a táskához. Szóval, hogy a felső zsebében nincsen semmi, mert ott volt az akkumulátor, amit elhoztam. Úgyhogy nézzük, mi van a nagy zsebben. Szóval, ez a bűnös. Tehát, hogy van benne egy nagy vaskúnyi valami. Lehet, hogy táskához tartozik. Most ennyi, ha többé egy táska van benne, egy ez szerintem egy állványtartó táskához. <coughs> De nyilván léne, a lényeg, az egy spáros zacskóban van. Hát, nézzük, mit kaptam. Hát egy marék szart. Először is van benne egy Panasonic vakú, van benne mellé egy ö, orosz vakú. Ez van, féle párpodott több. Ez szerintem egy Smena Igen, egy Spenna 8M. És <hállt> nincs benne film. Így van. Ez pedig szerintem ez zenit. E. Na, ez Zenith 11. Uh, ez 11, ami van egy fejlett technika matrica, uh, hozzá egy Helios 44M, ami hát uh, látod már szebb napokat. Szerintem ebbe sincsen film, ha jól érzékelem. Így van. Vegy működőképes zenit. Ez király. 44M objektív, attól függetlenül, hogy pofán lett verve. Egy nagyon szép formátus állapotban Az AC adapter, az pedig, ez valami vagy kamera, vagy fényképezőgép. gépé. hozzá. Ah! Szóval ez a tápegység, ez egy uh, fali adapter Nikon fényképezőgépekhez. Csak a dummy akkumulátor része hiányzik, ha belemegy a kamerába, de ez a Nikon fényképezőgépekhez uh, egy AC uh, tápegység. Tök király. Úgyhogy megint kaptam egy marék lomot, amit majd pakolászhatok. A zenétnek kifejezetten örülök, főleg hogy működőképes. A többivel meg majd lesz valami. Köszönöm szépen, tas!